önkormányzat, a sportegyesület, helyi vállalkozók és az utánpótlás bajnokságban focizó gyerekek szüleinek összefogásával korszerűbbé, komfortosabbá és esztétikusabbá válik a kartali sportpálya és közvetlen környezete. Június 25-én rendezték meg a 25. falunapot Hévízgyörkön. A rendezvény idén ismét összekapcsolódott a 3 évvel ezelőtt elindított Takart Fesztivállal. A nap változatos programjai minden korosztály számára tartogattak izgalmas kikapcsolódási lehetőségeket. Hévízgyörk mellett Domonyban is falunapot rendeztek június 25-én, ahol szintén nem maradhatott el a főzőverseny, illetve a különböző kulturális és szórakoztató színpadi műsorok. A falu ünnepek sorozatát folytatva július 8-a és 10-e közötti már 28. alkalommal rendezi meg 3 napos rendezvényét Galga Hévíz. Az idei tervekről, a várható programról Vanó András, a település polgármestere számolt be televíziónknak.